Sziasztok! Ebben a videóban a Nyugat című folyóirat történetével ismerkedünk meg röviden, hogy mielőtt az egyes szerzők életművének a tanulásába belekezdjünk, nagyjából képben legyetek azzal kapcsolatban, hogy miért is olyan fontos ez a folyóirat az irodalmunk szempontjából. Ma már kicsit nehéz elképzelni, hogy egyetlen folyóirat ennyire meghatározza a szellemi közeget. Eleve azért, mert mostanában már a papíralapú folyóiratok kicsit kezdenek kikopni a rendszerből. Másrészt meg most már akkora bőség van mindenféle sajtótermékekből, hogy kicsit nehéz elképzelni azt az időszakot, amikor egyetlen irodalmi folyóirat, amit egyébként összvisz pár ezren olvastak, ilyen nagy befolyással lehetett a szellemi életünkre. Na nézzük is, hogy milyen körülmények között, milyen korban született meg ez a sajtótermék. Nézzük, hogy milyen országban alapították ezt a folyóiratot. Ugye itt a kiegyezés utáni időszakban vagyunk, a dualizmus Magyarországán, ami egy felendülő időszak az ország történelmében, a feudális viszonyokat nagy nehezen egyre inkább fölváltja a kapitalizmus, és egy dinamikusan fejlődő gazdaságot láthatunk. Ezzel együtt jár egy erőteljes polgárosodás, tehát egy erős társadalmi fejlődés, hihetetlen tempóban fejlődik az infrastruktúra, a vasútépítések, építkezések. Ezzel együtt jár, hogy egy nagyon jól képzett, abszolút versenyképes műszaki értelmiségi réteg is létrejön az országban, mint például Eötvös Loránd, ugye a fizikus, vagy Bánki Donát, a gépészmérnök, vagy a szintén gépészmérnök, Csonka János, akinek ugye az autóiparban voltak elévülhetetlen érdemei, meg találmányai. Mindezekkel párhuzamosan fejlődik a közoktatás, ugye kötelezővé válik a népiskola 12 éves korig, ami magával hozza azt, hogy nagyon erőteljesen visszaszorul az analfabétizmus, ez is mindenképpen egy pozitív fejleménynek tekinthető. Ugye, ahogyan az egyház szerepe folyamatosan visszaszorul a közéletben, meg ugye egyáltalán az emberek életében, bevezetik a polgári házasság intézményét, ami ma már szintén nehezen elképzelhető az az időszak, amikor ahhoz, hogy az ember érvényes házasságot kössön, ahhoz muszáj volt templomba menni. Ugye ma már a házasság az tulajdonképpen egy szerződés, és ezt alig kicsivel több mint 100 évvel ezelőtt vezették be, hogy a házasságot nem kell feltétlenül templomban kötni. Fejlődik a bankrendszer, a hitelintézetek, a különböző biztosítók, és ugye nem utolsó sorban, 1873-ban Pestből, Budából és Óbudából, ennek a három városnak az egyesüléséből létrejön a főváros Budapest, amivel párhuzamosan egy hatalmas építkezési hullám veszi kezdetét, és ez az az időszak, amikor Budapest abszolút fölveszi a versenyt a többi európai metropolisszal, hatalmas építkezések történnek például a kontinentális Európában először, és a világon másodszor Budapesten épül földalatti vasút, ugye a millenniumi földalatti vasút. Jaj, bocsánat, egy kicsit most belezavarodtam a görgetésbe. Na, tehát egy csomó pozitív fejlemény figyelhető meg ebben az időszakban, tehát, mint mondtam, ez abszolút egy fejlődő időszak Magyarország életében, de azért nem ilyen egyszerű a dolog, azért ellentmondásai is vannak, illetve árnyoldalai is vannak ennek az időszaknak, ugyanis a kapitalizálódással együtt jár az is, hogy egy másfajta egyenlőtlenség jelenik meg a társadalomban, ugye még a feudalizmusban, ahogyan erről már nagyon sokszor beszéltünk, a születési előjogok miatt volt az egyenlőtlenség, a kapitalizmusban pedig egy újfajta egyenlőtlenség, a gazdasági egyenlőtlenség jelenik meg. Sajátos réteg a magyar társadalomban a gentri, hogyha emlékeztek, akkor Mikszátnál tanultunk erről részletesebben, ugye ez az a lecsúszó, elszegényedő kisnemesi réteg, amelyik nem képes fölvenni a ritmust, nem képes igazodni az új társadalom a szabályrendszeréhez, és ezért egy ilyen nagyon furcsa, a régi világ
nak a szokásait feltartani, fenntartani próbálod, de ugyanakkor gazdasági erővel már egyre kevésbé rendelkező réteggé válik. És nagyon nagy létszámban van jelen a magyar társadalomban. Aztán természetesen, ahogy a kapitalizmus erősödik, egyre növekszik a kizsákmányolás, itt ez a kapitalizmusnak még a nagyon kevéssé szabályozott időszaka. Ezzel párhuzamosan megjelenik a nagyvárosi nyomor, megjelennek a szegény rétegek, a nyomornegyedek, a szegények, és ugye amíg Budapest nagyon lendületesen fejlődik, meg egy-két vidéki nagyváros, például majd fogunk beszélni arról, hogy Nagyvárad egy milyen fontos központ volt ebben az időben, de nagyon sok vidéki város viszont lelassul, leragad, ilyen nagyon elmaradott, provinciális, nagyon vidékies városok lesznek nagy számban vidéken. Ugye ezzel kapcsolatban is hoztam néhány képet, mármint a szegénységgel kapcsolatban, ugye ez egy cipőpucoló ember, aki fillérekért tisztítja másoknak a cipőjét, akkor egy nagyvárosi koldus, ezek mind korabeli felvételek egyébként, illetve ahogyan a gazdasági egyenlőtlenségek és a szegénység nő, egyrészt nagyon megugrik az öngyilkosságok száma, Magyarország a mai napig sajnos világ első vagy az első között van az öngyilkosságot tekintve, és ez már ekkor is így volt a 19.-20. század fordulóján, és ugye ezzel párhuzamosan rengeteg szegény ember hagyja el az országot, 1,5 millió ember vándorol ki az országból, tehát a tömeges kivándorlás is megfigyelhető. Ezen a fotón például egy kivándorló, láthatóan nagyon szegény család látható. Jó, tehát hogy az a lényeg, hogy ez egy ellentmondásos időszak volt, egyfelől a lendületes fejlődés, másfelől azért a nehézségek és a társadalom megosztottsága is jelen volt. De ennyit a társadalmi háttérről, most nézzük meg, hogy milyen szellemi közegben született meg a Nyugat című folyóirat, milyen volt az irodalmi élet. Ugye most már szűkebben az irodalomról beszélve, itt is tulajdonképpen két arcú folyamatokkal találkozhatunk. Egyrészt a társadalmi fejlődéssel, meg a kapitalizálódással nagyon izgalmas új hangok jelentek meg az irodalomban. Őről nem tanultunk részletesen, mert már nem olyan hangsúlyos részei a tanmenetnek, de a 19.-20. század fordulója, pontosabban a 19. század utolsó harmad, az egy kifejezetten izgalmas időszak volt a magyar irodalomban, elsősorban itt a század vég novellistáiról lehet beszélni, mint például Gosdúelek vagy Petelei István, akik behozták az irodalomba a nagyváros témáját, így például a nagyváros nyomort, azokat a társadalmi anomáliákat, amikről azért ugye a hivatalos, hogy mondjam, sajtóban, vagy a hivatalos irodalomban nem annyit beszéltek, illetve a lírában Komjáti Jenő az, aki nagyon izgalmas új hangot képvisel. Tehát voltak nagyon friss új szerzők, ezzel szemben viszont a hivatalos irodalmi élet és a hivatalos tudományos élet az nagyjából megragadt valahol a 19. század közepén, tehát még mindig ez a népnemzeti, magyarkodó, konzervatív esztétika volt érvényben, tehát nagyjából még mindig Petőfi meg Arany volt az etalon, akihez igazodni kellett. Ezt a konzervatív szemléletet képviselték az irodalmi életnek a nagy intézményei, mint például a Petőfi Társaság, vagy a Kisfordít Társaság, vagy az Akadémia. És hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mit olvastak az egyszerű emberek, milyen költőket olvastak az egyszerű emberek, akkor hát azt lehet mondani, hogy nem a Nyugatot, meg nem ezeket a haladó szellemi folyóiratokat olvasták, hanem abszolút a legnépszerűbb költő ebben az időben Szabolcska Mihály volt, aki egy úgynevezett Petőfi epigon. Az epigon az tulajdonképpen utánzót jelent, azokat a művészeket hívjuk epigonnak, akik valamilyen más korábbi nagy művésznek a modorában őt utánozva alkotnak, akiknek nincsen saját stílusuk, nincsen egyéni költői vagy művészi világuk, hanem valaki másnak a modorában alkotnak. Nem Szabolcska Mihály volt ebben az időben az egyetlen Petőfi epigon, nagyjából a költőknek jelentős százaléka tulajdonképpen Petőfi modorában alkotott jobb-rosszabb verseket. Hát Szabolcska Mihály inkább rosszabbakat alkotott, de ez nem akadályozta meg abban, hogy hihetetlenül népszerű legyen.
Ugye majd Karinti Frigyesnél az Így írtok Tinál fogunk róla még hallani. Na, tehát ilyen kettős volt az irodalmi élet, hogy egyrészt volt egy ilyen izgibb, újítóbb művészréteg, de a hivatalos vonal azért konzervatívabb volt, és nagyjából a 19. század népnemzeti normáit tartott a szem előtt. Na, nézzük, hogy milyen sajtótermékek tekinthetők a nyugat közvetlen elődjének, mert azért voltak itt haladó szellemiségű sajtótermékek. Tulajdonképpen a legmodernebb, tényleg a legfrissebb irodalmi folyóirat ebben az időben a Hét című folyóirat volt. Itt láthatjátok a borítóját egy kicsit közelebbről. Ez már kifejezetten a szabadelvű, nagyvárosi értelmiségi polgár számára készült, és kifejezetten a modern szellemiségű irodalmat tárta a nagy közönség elé. Aztán ennél egy picit könnyedebb, de nem igénytelenebb, de könnyedebb, szórakoztatóbb jellegű volt az Új Idők című ilyen szépirodalmi hetlap, ami kicsit könnyebben emészthető, kifejezetten a közönségnek az igényeit szem előtt tartó, szórakoztató hetlap volt. Aztán ennél tudományosabb orgánum volt a 20. század című társadalomtudományi folyóirat, ami szintén egy nagyon naprakész, nagyon modern tudományos szemle volt, ami ugyanakkor a nagy közönség számára is, tehát az érdeklődők számára is befogadható volt. Ugye ezt ma tudományos ismeretterjesztésnek hívjuk nagyjából. És abban a szempontból a nyugat közvetlen előzményének a Figyelő című folyóirat tekinthető, hogy ugyanaz az Oswald Ernő volt a szerkesztője, aki majd a nyugatnak is hosszú ideig az egyik szerkesztője lesz, illetve ez is egy irodalmi folyóirat volt, egy szemle, ami havonta jelent meg. Tehát nagyjából ezek voltak azok a folyóiratok, amik megágyaztak, hogy tetszik, a nyugatnak. Na, de most már beszéljünk magáról a Nyugat című folyóiratról, főleg, hogy szeretném tartani magam a negyedórás limithez, úgyhogy picit bele kell húznom, hogy ne csúszunk ki az időből. Na, nézzünk néhány adatot, néhány tényt a Nyugat című folyóiratról. Az első számon a dátum az 1908. január 1-e, de valójában egy picivel korábban 1907 karácsonyára jött ki a Nyugat első száma. Ez havonta két szám jelent meg a nyugatból, de nagyon gyakran voltak ilyen összevont számok, amikor több lapszámot egy kötetben jelentettek meg. Az ára az egy korona volt, és mint mondtam, a nyugat az nem azért válhatott meghatározóvá, mert nem tudom, a postástól a professzori mindenki a nyugatot olvasta, hiszen, mint mondtam, pár száz előfizetője volt, és az összes olvasószám sem volt több néhány ezernél, és itt a történelmi Magyarországban gondolkodunk, tehát nem a mai Magyarországban. Tehát nem azért lett ez jelentős, hanem azért, mert egy nagyon jó szellemi műhely tudott létrejönni. A nyugatról nem lehetne beszélni a kávéházi kultúra nélkül, ebben most nincs idő belemenni részletesen, ez akár egy külön órát is megérhetne, hogy milyen jelentősége volt a kávéházaknak a korabeli magyar irodalmi életben. Ugye talán a két leghíresebb ma is meglévő kávéház a New York, ami ugye a Blaha Lujza tér környékén van, és a Centrál, ami pedig a Ferenciek teréhez közel, a mai napig megvan mind a két kávéház, és ezek közül a Centrál volt az, ami a nyugat szerzőknek a törzshelye volt. Itt egy nagyon híres fotó, ez a nyugat 25 éves jubileuma alkalmából a Zeneakadémián rendezett gálán készült fotó, és hát én se ismerek mindenkit rajta, de azért néhány nagyon fontos arc itt van, például Móricz Zsigmond, Babits Mihály, a felesége, Török Szofi, Söpfin Aladár, aki a nyugat egyik, hát nem is egyik, hanem a legfontosabb birodalomkritikusa volt, Milán, aki itt még viszonylag fiatal ember volt, és a két nagy cimbora, ugye Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes, ők is itt voltak ezen a partin, ami a nyugat megjelenésének 25. évfordulója alkalmából rendeztek. Na, nézzük, kik szerkesztették a folyóiratot, ugye kik határozták meg az egésznek az arculatát.
A főszerkesztő Ignatus volt, ez egy írói elnök, de a valódi nevét azt nem kell tudni, hiszen mindenki Ignatus néven ismeri, és ennyi elég is róla. Osváth Ernő volt a főszerkesztő az első 11 évben, de aztán 1929-ben öngyilkos lett, és akkor Babits Mihály vette át a Nyugat szerkesztését. Az első időszakban 1933-ig Móricz Zsigmonddal együtt szerkesztették a Nyugatot, de köztük olyan, majd erről fogunk tanulni később, tehát ők nem nagyon jöttek ki jól, nagyon különböző elképzeléseik voltak az irodalommal kapcsolatban, ezért aztán Móricz elhagyta a Nyugatot, és saját folyóiratot alapít majd Keletnépe címmel, és akkor majd egy darabig Babits Mihály Gellért Oszkárral szerkesztő a Nyugatot, de aztán Babits Mihály 1941-ben meghal, és ezzel a folyóiratnak is vége, ugyanis a lapengedély az Babits Mihály nevére szólt, és ezzel, hogy ő meghalt, így tulajdonképpen megszűnt a folyóirat. És ugye itt említem még ismét Fröcklin Aladárt, aki a legfontosabb irodalomkritikusa volt a Nyugatnak. Na, hogy kik írtak a Nyugatba? Hát nagyjából mindenki, aki számított. Tehát ez egy olyan viszonyítási pont volt a korban, hogy hát úgy kb. Nem voltál senki az irodalomban, hogyha nem jelentél meg a Nyugatban legalább egyszer. Itt még két ilyen momentumot kell megemlítenünk, ami maga köré gyűjtötte a kor legfontosabb szerzőit. Egyrészt Nagyváradon volt egy Holnap nevű irodalmi kör, amely megjelentetett ugyanabban az évben, amikor a Nyugat első száma megjelent, egy antológiát. Az antológia az gyűjteményes kötetet jelent, tehát amikor több szerzőnek van, több szerzőtől szerepelnek művek egy kötetben, és ebben a Holnap című antológiában a kor feltörekvő költőiből szerepeltek páran, mint például Ady, Babits vagy Juhász Gyula. És a másik fontos ilyen fórum, ahol a korabeli fiatal költők összefutottak és megismerkedtek és találkoztak, az a Pesti Egyetemen tartott stilisztika szeminárium, amelyet egy Négyes László nevű professzor, irodalomprofesszor tartott. Ugye ekkortól már azt lehet észrevenni, hogy még mondjuk a 19. században a legfontosabb költőink, azok jellemzően jogászok, de legalábbis jogi egyetemet végeztek, ezzel szemben a nyugatos költők már szinte kivétel nélkül bölcsészek. Ugye Csáth Géza ugyan orvos volt eredetileg, de ő is járt a bölcsészkarra, és ő is járt a négyesi professzor szemináriumaira, ugyanúgy, mint Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula vagy Tóth Árpád. Itt három nemzedékről szoktak beszélni a nyugat kapcsán. Ezeket az érdekesség kedvéért mondtam, ezt igazából nem kell, legalábbis középszinten nem kell feltétlenül tudni, ha valaki olyan elvetemült, hogy emelt szintre készül irodalomból, neki azért nem állt ezzel tisztában lennie. És már kicsúsztam a negyed órából, de azért még néhány gondolatot, tulajdonképpen a legfontosabb gondolatokat muszáj elmondani a nyugattal kapcsolatban, mégpedig az, hogy miért, mitől lett a nyugat ennyire fontos. Ugye egyrészt azért, mert egy nagyon, sőt, főleg azért, mert egy nagyon határozott irányvonala volt a nyugatnak, ahogyan a neve is mutatja, ők egyértelműen a nyugati modern irodalmat tekintették a mintának, és azt tartották a legfőbb célkitűzésüknek, hogy a legtehetségesebb kortárs szerzőket összefogják, ezeket a nyugat felé orientálódó, haladó szellemiségű modern költőket összefogják. És azért is lehetett nagyon jó, vagy nagyon hatékony, és nagyon, hogy mondjam, ilyen nagyon fontos ihletforrás a nyugat, mert azon kívül, hogy ezt a modern irodalmat tartották szem előtt, ettől eltekintve nagyon sok színű volt, tehát sem politikailag, sem társadalmilag, sem vallásilag, sem semmilyen szempontból nem szűrték úgymond a szerzőket, rendkívül sokszínű volt, és a sokszínűség jól megfért ebben a labban. Két dolog volt, amit a viszonylag távol tartotta magát a nyugat. Az egyik ez a nagyon konzervatív, múltba révedő népnemzeti hang, tehát ez a Szabolcska féle konzervatív hang. A másik pedig az avantgárd, ami csak nagyon, hogy mondjam, nagyon érintőlegesen volt jelen a nyugatban,
hiszen majd Kasse megcsinálja maga Avangárd folyóiratait, és az Avangárd költőknek majd az lesz a fóruma. De ha három szóban kellene jellemezni, hogy miért lett ennyire jó a Nyugat, ugye itt tulajdonképpen három tényező volt, ami meghatározta az itt zajló munkát. Az egyik az a függetlenség. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindenféle politikai és ideológiai irányvonaltól függetlenül lehetett itt dolgozni. Itt senki nem szólt bele semmelyik pártból, meg semmelyik ideológiából a szövegek keletkezésébe. A másik az az, hogy egy európai szellemiséget képviselt a Nyugat, tehát a konzervatív, hát csúnya szóval magyarkodó nemzetfogalom helyett egy európaibb, ha úgy tetszik, egy ilyen kozmopolitább, általánosabb nemzetfogalmat fogadtak el, ezt majd Adinál fogjuk jól látni, ami persze nem azt jelenti, hogy a magyarság ne lenne fontos, de nem az lesz a fő értékmérő, hanem egy nemzetek feletti európai szellemiségben hittek a Nyugat szerzői, és a harmadik tényező az pedig az, hogy a tehetség az mindenek feletti norma volt a Nyugatban. Tehát, hogyha valakit tehetségesnek találtak a szerkesztők, és érdemesnek arra, hogy megjelenjen a Nyugatban, akkor ő teret kapott függetlenül attól, hogy honnan jött, vagy milyen az előélete, vagy hogy politikailag közel áll-e a többi szerzőhöz. Na, hát ennyi lett volna röviden a Nyugat, nem annyira röviden, mint szerettem volna, de hát még én is tanulom ezt a műfajt, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy egy picit hosszabbra nyúlt, mint ígértem. Sziasztok! És a cica is elköszönt tőletek. Sziasztok!